meg lett nyerve. Oké. Akkor... Kihozok a 2-4-ös fixet. Ezt is megjáratjuk egy picit. Ez hosszú lesz. Szia, szuper! Kontrollert az még nem érzékelik, viszont nagyobb voltam.
Karbon motor háztetőt kaptunk. Nem, odafele. Jó részben visszafele. Nem tudom, melyé váltott kettőt. Ó, bazd meg. Nem ezt akartam, szuper. Visszavontam.
Igen. Jó estét! Szia Kiko! Szabad-e lenni? Hát, nyugodtan. Oksa. Nyomom az NFS-t. Éppen. Mit nyomsz? Mit nyomsz? NFS. Ó, Need for a Speed. Azaz. Ah, melyiket tudod? Underground 2. Hű. Hú, már olvastam a hírt, azt hittem, hogy elokádom magam sugárba, hogy a Williams lehet rózsaszín lesz. Hát... Félig. Van az a pénz. Fúj. Jövő héten érkezik a Red Bull.
Azt szerintem senki nem vár valami húpat, de nagyot. Hát mert maradnak a szokásos kék-sárga-piros festésnél szerintem. Szerintem is. Mercedes, ami okozhat meglepetést még valamennyire, de szerintem ők se fognak nagyon. Tényleg a legérdekesebb autó az a Aston Martin lesz. Ja, szerintem is minden szempontból. A Tauri viszont azt tetszik. Ilyen Tirelles beütése volt a beütése a festésnek. Há, Brabham is szóba jött. De igen, az a Tirelli féle. Ahhoz képest amúgy teljesen jó, egyszerű és nagyszerű, szerintem. Ja. Fú, de nagy előny ez Taurinak, hogy egy olyan piciket Cunoda ül bent, mint én. Ez kb. Akkora vagyok én, mint Cunoda. Hát... izé... ilyen 1.60 a srác, vagy 1.58. Igen. Én is ott vagyok. Telibe. Szóval, ja. Hát igen, nem lesz nagy kalandra autót szabni. Sőt, szerintem könnyebb lesz ez a mérnököknek. Mm. Itt egy Hülkenbergre autót tervezni. Hát vagy ott van Okon, ugye? Rősz alacsony. George. George fiúja. Csóri, mit kaphatott, amikor betuszkolták a Mercibe? Nem jöttem, Csóri, 1.70 magasság, ahogy mennyi. Ből egy 16 centivel nagyobb Russell. Ja. Live lesz amúgy? Már az van. Van? Aha. Jaj, várjál! Twitch, 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 baszki! Elnézést már, mint elfelejtettem, hogy... mondom, mi a faszé, nem jött semmi. Hát ezért. És hát persze, hogy drága Gmail meg így a reklámok közé dobja a Twitch izéket. Hát persze, hát az... én is jött róla értesítés, hát ezért. Ez ők kis autók. Ja, 240SX. Szeretem, mert könnyű fordítani. Ja. Jó, ezt a játékot tesz. Erre a játékra ráférne egy izé remaster. Ja. Adnám. Hát ezt mindenki tolná ezerrel. Leszarnám az F1-et, ebből lenne egy izé egy remastered verzió. Hát egy olyan grafikával, mint a mostani hit. Simán. Szerintem ez lenne pontosan, hát ez lenne a legjátszottabb NFS szerintem. Be lehet most is az. Meg a Carbon volt még ilyen, én nálam a Carbon után történt valami egyébként az NFS-sel. Igen, a Carbon az nekem is. Már csak azzal, abban a szempontból is, hogy tudtad aerót, a szárnyakat az autót tudtad módosítani, hosszúságát, mennyire legyen széles, stb. Az nagyon adta. Meg ilyen teljesen a Tokyo Drift beütése volt amúgy. Meg hát tudtam, a Japánban is játszódik az a Carbon, az nem? Részben. Ja. Olyan város része, ahol teljesen úgy néz ki. Én ezt végigküldtem YouTube-on egyébként, volt is rá a nézettség. A jó öreg Carbon. Amit mindig ki akartam próbálni, ezt egyszer ki is próbáltam, és aztán csalódás volt, az a Pro Street. Aha. Tehát de undercover annál szerintem nincs lejjebb. Ja. Hogy hívják azt a játékot. Ott nem tudtál se tuningolni, se módosítani, csak menti.
Hát a Shift 1, meg a 2, az meg ilyen... Motorsportos verzióra. Aha, igen. Az irányítás az egy kicsit gatya volt, de... Amúgy igen. Úgy szódával elment. Én azt is éltem nagyon. Hú, ott a karriermód az nagyon jó. Ja igen, itt tudtad úgy visszatölteni a nitrot, hogy elsuhansz az autók mellett. Így van. Meg tolatni, meg hogy a tolatsz. Ah, meg ha megfordultál tolatva, ugye? Ja. Csak a lenti pályákat nem szeretem annyira amúgy. Melyikeket? Amik itt vannak így délen. Aha. Jaj! Fú, ennyi rövidítés. Milyen lenne Map 1-ben is tudnál rövidíteni? Aha, Joker kör. Szerintem csak így, hossz egy... 10 másodpercet megjavítottad a második helyzet idejét. Így Monakóban nem mennének a kaszinótérre, nem mennének egyenesen. Hossz! Ja. Vagy visszafordulnának ott, ahol a Formula 1-ben menni. Aha! Lőzbe elmenne egyenesen. Gyorsan levidnék a falatot. Azt utána visszaraknak. Jaj. Ez igen. Hogy bevezetnék a unboostot. Szegény Hamilton mit kapna, soha nem kapná meg. Meg képzeld el, hogy ilyen nagyobb hibrid erőt kapna a motor, hogyha így letérnének az évről egy 5 másodpercre. Hú, hát ez nagyon nem adja. F1-ben az nagyon vicces lenne. Igen, érdekes, hogy oldaná a napnagom. A F1-ben behozna a safety cart, mert azt hiszik, hogy lassan vagy az autó közben, csak energiát gyűjt. Vagy mint az F1 race startban ilyen buborékokat lőnének ki. Jaj! De az lenne lassító. Az lenne lassító. Vagy kiereszti a olajat az autó hátsó része, aztán átmegy rajta. Mögött elé, az kicsúszik a placba. Szegény Vettel arról mesélhetne. Hát igen. Azt szerintem olaj nélkül is csúszkált jobbra-balra. Tényleg gumi, az a gumi az úgy, vagyis az autó viselk, mint a bordázott gumi lett volna rajta, nem szívek. Hát lehet, hogy tényleg az volt rajta egyébként, csak elfették a izét. Ja, a textúra hiba? Aha. Hát most kíváncsi leszek, mennyire lesz jó. Hát ha megtapasztalja a B-merci tapadást, akkor... Teteszi a kópot Strollnak? Hát... benne van. Hát igen. Nagyon is benne van, hogy Stroll megkapja a kópot. De szerintem még lehet a McLaren is, ha tényleg jó lesz az Aston. Hát Vettel az alapvetően nem egy lassú versenyző. Biztos, hogy nem. Főleg egy körön nem. A versenyen meg ugye akkor tudja kezelni a gumit, ha
elő tud lenni, tehát ő kontrollál mindent. Csak induljon el a szezon már. Nagyon várom a szezont, még hogyha lehet unalmas is lesz. Csak valamit lehetne nézni hétvégenként. Hát említom mögött, szerintem izgalmas lesz a történet. Hát a Bottas... Jóhoj! Bottas! Én sem mentem volna végül. Hogyha a kaja kutya ferde a kormány, akkor... Ez kuka. Ja. Csak annyit ért el vele, hogy tényleg a csapattársa lekörözte. Most ja. Nem ért el vele. Jaj! Mik ezek a rövidítések? Hát ja, ott átmegyünk az üvegház alatt. Mit kaphatnak a kertészek? 150 de hátsó intott egy autót. Láttad a Szaúd-Arábia látványterveket? Úristen. Le fogom szimulálni. Le fogom szimulálni. 32 kanyar? Vagy mennyit írnak ott? Jött ki ilyen kép, hogy ebben 32 kanyaros lesz a pálya. Úristen. Szerinted? Hány kilométer? 40? Hát azt gondoltam is, hogy vagy hosszabb lesz, mint Spa. Vagy tényleg tömörítve lesz kanyarokkal. Ez a kettő opció van, hogy kurva hosszú lesz, vagy egybe lesz nyomva, mint egy rágó. Az mi volt? Elakadás. Lett textúra hiba. Hát mondjuk 2004-et írtunk. Igen. Akkoriban ez a játék nagyon ment. Hát még most is egy vállalató grafikája van azért. Ha vannak ilyen remastered vizuális modok rá, de azok nem adják át annyira. Én is. És leszettem hozzá egy ilyen kisebb fajta csalás, hogy Full HD-ba legyen. Ja, nincs Full HD. Hát ez 2004-ben még a HD-t sem nagyon ismerték, meg a 16.9-et. Hát ott 480p-be ment a tévé is, igen. Vagy mennyibe? Még a HD-ről, hát még a HD felbontásról akkor mi csak dumálgattak, hogy majd lesz. Ja. Az közben már akkor Angliába ment a Full HD. Vagy a HD. Ja. Anglia az a Sky Sportson. Kösd fel a gatyót, 4K-ba közvetíti a Forma 1-et. Meg az összes sportot, ami a Sky Sportson megy. Ott már van értelme a 4K TV-nek. Itthon meg a izé. A HD is csoda. A HD, hát persze. Most már Full HD is van. Na, szia, Krisztóf. Legalábbis, ciao. Szerintem Magyarország, Szlovákia bőven elég még a Full HD TV amúgy.
Daniel közvetít. 5-1-2-0-20 természetesen. Okay. Nem hiszem, hogy megint ugyanazon a pályán kell menni. Szinte. Csak visszafele. Akár az erősebb Verda.
Lehet egy kivesem abban fordul. Látni, hogy kevesebbet kell küzdködni vele. Turbo nyomás, ezt figyeled meddig tölt. Az igen. Ki akad a mérő? Szóval ebben a legnagyobb. Itt vagyat amúgy. Ó, baszki. Nem vagyok lelém itt van. Ha! Nem baj, bocsánat. Esetleg csámcsogok. Semmi gond. Thank you.
nyomasz. Ez is egy jó pálya. Ezek a széles pályák amúgy jók. Ezek tetszettek nekem csak. Az igen. Etikett az nincs meg, mi? Micsodi? Etikett. Zaitna. Verseny, mármint a versenyző etikettre gondolok. Ez a tisztelet a másik iránti pontnak. Ja, igen. Csak magyar iszlámban így mondjuk, hogy etikett. Már gondoltam, hogy... Na, miféle papír lehet az? Közben én szerintem csapat gyakorlás lesz, akkor úgy néz ki, vegyek akkor. Neked jó játékot amúgy. Hajrá. Jó live-ot. Ciao. Hello. Anyám. Remélem csak két körös lesz.
azt... azt láttátok, hogy felrepült? Dobjuk vissza magunkat a szobrába.
Nitrous is extra power stuffed into a tank, ready to explode when you need more speed. Your contact patch on the blacktop is crucial, so upgrade your rubber as often as possible. Now, bigger is better, so upgrade your brakes for shorter, quicker stops. Break the barriers of top speed by slimming your ride with a weight reduction kit. Jó, Walker. Oké, majd nyomhatjuk. Jó, ha már itt vagyunk, akkor csináljuk meg azt a kettőt addig. Az is jó, mondjuk. Az már inkább emlékeztet egy Suprára. Yeah.